mindenkit, hogy eljöttetek, és most már is sokkal több emberi, mint a múlt alkalomkor. És köszönöm Bakti Párnak, hogy eljött hozzánk, és ha minden igaz, akkor most már minden két hetente itt lesznek nálunk. Előadást fognak tartani, mindig a jogáról, jogának valamelyik ágáról, úgyhogy örülök, hogy itt vagytok, és azt szeretném, hogy a jogás közösség, amit van Győrben nálunk, hogy most már egyre bőven, egyre többen legyünk, és ne csak a jogaórákon tudjunk részt venni, hanem el tudjunk jönni egy előadásokra is, és hogy egy kicsit mélyebben foglalkozunk a jogával, hogy igazából a joga nem csak a szőnyegen kezdődik, de nem ér ott véget, és hogy ettől lesz sokkal több, és Bakti Pár lesz nekünk a segítségünk, aki ide Győrben látogat hozzánk, és segíten nekünk fog ebbe. És akkor köszönöm, hogy eljött, és még annyi, hogy majd az előadás végén, hogy hozott könyveket magával, hogy aki szeretne esetleg adományként könyvet vásárolni, akár karácsonyi ajándékra is szép dolog szerintem, hogyha vagy nincs meg neked, akkor ajánlom, hogy mindenkinek a szekrényébe kell, hogy legyen egy ilyen jó. Úgyhogy akkor köszönöm szépen, és akkor várjuk az előadást. Szépen. Szép jó estét mindenkinek. Mondhatjuk karácsony előtti hangulatban. Mi már elkaptunk ezt a hangulatot. Most voltunk Tesco parkolóban, Győrben. 3:44-kor indultunk ide. És 5 után értünk ide. Szóval a karácsonyi hangulat beindul. Nem pont a szent hangulat, a vásár hangulat. Nagyon köszönöm Katinak ezt a jó bevezetést. Ugye a jóga nem csak ászana, első lépésnek jó, mert ember elkezd javulni, és kapja bizalmat, hogy hoppá, ezek a ászánák, ez a féle gyakorlat segít ember életébe, de utána ember úgyis így is, ez automatikusan fog történni, aki jó jogázik, hogy igénye kicsit többet tudni, és kíváncsi lesz ember, mi az, ami még mélyebb dolgokat lehet elérni jogával, joga segítségével. Én itt tartottam már ilyen előadást, hogy lesz az ászánából a joga. Akkor jó, akkor majd egyszer ilyet előadást fogunk tartani, hogy hogy működnek az ászánák, és mikor marad ászána ászána, és mikor már joga lesz belőle. Mert hogyha csak ászana, akkor az csak egy torna, egy magasabb szintű torna, jobb, mint a sport, de jóga, az egy kicsit pluszt kell hozzáadni ászanához valamit, de ez majd máskor. Ma fogunk beszélni, ugyanúgy jogát érinti, mi fogunk ma beszélni buddhi jogáról. Ugye a buddhi az azt jelenti, hogy intelligencia. És mivel többféle joga létezik, és mindegyik joga, hogyha kísérve van a buddhi jogával, intelligencia jogával, akkor egy jó hatásos és nagyon sikeres életet tud élni az ember. És ezért az előadásnak a címe Megújult Én. Miről lesz szó? Hát ez, erről lesz szó egész előadás során. Lényeg az, hogy mi most valahogy próbáljunk élni az életet, éljünk ebbe a társadalomba, ebbe a civilizációba, ami nekünk kínál. És ez nem egy újdonság. Efféle életmód mindig volt, nem annyira a 100% pont ebbe a formában, de ez mindig volt, ez azt jelenti, miről beszélek, az élvezet. Ugye van egy ilyen könyv, amit hoztunk is, ami most ide ki is rakunk, Mahabharat. Mahabharatban ott van egy királynő, nagyon bölcs királynő, ő is buddhi jogát gyakorolta, és ő állítja azt, hogy ebben a világban mindent ember kap Istentől. Lehetőségeket, egészséget, szemet, hogy lásson, hogy érezzen, akkor kapja pénzt, lehetőségeket, minden Istentől kap. És van kétféle személy ebben a világban, vagy két csoportja. Az egyik csoport
arról hosszan most elején fogok beszélni, a másik csoporton majd az a végén beszélek, hogy ők azt csinálják, hogy próbálnak élvezni. Semmi másra nem használnak mindent, javát, hanem csak az, hogy én jó érezem magamat, és élvezem nagyon erősen. És ez az élvezet mentalitás, ami most igazából erőszakosan van emberre rányomva, sajnos kedvezőtlen eredményeket ad az embereknek. Milyen kedvezőtlen eredményeket? Az egyik az, hogy az ember ettől büszkévé válik. A büszkeség pedig mámorítja az embert, elbódítja. Elbódítja, és mikor ember büszke, akkor ez azt jelenti, hogy ő nagyon sóvárgos ilyen vágyokkal rendelkezik élvezetre, ugye, és pont ez a karácsonyi vásár, ezt csinálja. És emberek egyre-egyre büszkébb, mert én vagyok a legjobb, én a parkolóban vagyok a legfontosabb, nekem kell előbb kijönni a parkolóból, ugye? Nem engedem senkit magam előtt, mert én sietek. Aztán a többi, ez nem fontosak. Ezért ember agresszíve válik. És itt ez egy problémát jelenti, hogy amikor ember agresszív, akkor nem érzékenyek egymásra, és nagyon sok konfliktus. Ebben a pillanatban az embereknek bensőséges kapcsolat szétesik. Ez most áthatja az egész világot, egész életet, ez a családban is van, mert most mindenki veszekszik, mindenki bizonyítja, hogy miért nem az ő igénye elsősorban van kielégítve. És akkor van veszekedés, kinek van az igaza, kinek ki az erősebb, és így tovább. És ez az agresszív, ez ettől ember annyira magáért teszi, hogy őt nem érdekel, és nem veszi észre, hogy közben meg tud bántani másokat annak a nevében, vagy céllal, hogy én érezem magamat. És persze a társadalomban külsőleg mi mit látjuk, hogy akkor próbálnak megvédeni, beszélnek a békéről, létrehoznak ilyen alapítványokat, meg szervezeteket, nagyon jó, szervezeteket, ENSZ, akkor a vezetők szerződéseket aláírják, hogy békeszerződés, akkor csökkentjük a fegyvereket, meg mindent, és akkor próbálnak ezt csinálni, gyűlnek, hogy legyen világ béke, és egyre jobban ezt próbálnak átgondolni, de mivel az élvezet az alap, ezért több mint 100 éven keresztül mindig valahol háború folyik. Most mi itt ülünk, valahol ölnek, valahol meghal valaki. Ez az eredmény. Szóval mikor ember elkezd tanítva lenni erre a te vagy a első sorban, te vagy a központban, te vagy a legokosabb, neked van, érted van, akkor nem lesz megegyezés. Mert akkor én azon gondolkodok, hogy hogyan én kihasználom a többieket, hogy mert én vagyok a legfontosabb. Mások nem, mások csak egy ilyen funkciók. Addig szeretem a többieket, ameddig hizelnek nekem, nem? Tapsolnak. Hogyha én vagyok a sztár és rajongók, akkor én szeretem őket, mert miért? Mert én ezt élvezem, én őket élvezem. Ahogy már valaki engem nem rajong, akkor ez már ellenségem lesz. Ez történik a világban. Ez történik minden téren, minden szinten, egyéni szinten, társadalmi szinten, családi szinten, mindenhol történik. Emberek egyfajtából erre vannak oktatva, az a baj, hogy a büszkeség ez a célja már. Hogyha megnézzünk a reklámokat, te vagy a legjobb, ugye? Az Vodafone-nak, emlékeztek 90-es években? A te hangod.
ugye? Ki emlékszik, mondjuk ilyen kis doboz, veszem magának Vodafone telefon, vagy csomagot, SIM-kártyát, és akkor ott a te hangot. Fú, nekem kicsit furcsa volt ez így régen, hogy ez így. Most már ez egy normális, nagyon jó márka, ruha, ego, ugye? Aki az ego, az a menő, ugye? És akkor ez történik a világban, ez a gyakorlat napról napra, a büszkeség, ez is maga van táplálva, ugye van gyerekeknek a hangversenyek, meg ilyen X-faktorok a gyerekeknek is, és gyerekkortól nagyon komoly pszichikai rontást kapnak a kisgyerekek. Miért? Mert ők akkor már a menők, a sztárok és a legjobbak. És olyan interjúk után, hogy tesznek a gyerekeken, mint nagy sztárokkal. De gyerekeknek ez nem szabad. Mert ő nem fog tudni, nem kapja gyerek élményeket, mert már ilyenkor ő nem tud a mások gyerekekkel egyenlően viselkedni, és nem kap azt, amire szüksége van a játékokból a gyerekek között. Szóval ez egy trauma, ez egy veszélyes dolog. Ilyen, mikor ő felnőtt lesz, ő nem lesz egészséges. Mellette nagyon jó ígéreket kapunk. Mindig mondanak nekünk, hogy mi már annyira civilizált társadalomban vagyunk, olyan csodálatos, hogy még egy pici, még kis lépés, és már szeretetbe fogunk élni. Mindenki fog szeretni mindenkit. Ugye humanikus, humanisztikus társadalomban fogunk élni. Ezt mondanak nekünk. Feltennék kérdést. Miből lesz ez? Miből lesz ez a szeretet? Amikor a gyakorlat ellen irányba viszi az egészet. Amíg mi látjuk az eredmény az a háború, a konfliktusok, a veszekedések, a stresszek, depressziók. Ez az eredmény. És mikor ezt mondanak, nem szabad nekünk, mint gondolkodó embereknek, hogy minket ezzel megvezessenek. Maximálisan, amit próbálnak ködösíteni bennünket, ez a ingyen öleléssel. Ingyen ölelés. Hát az a legolcsóbb dolog. Ennek nincs tartalma. Ez bárki odaáll, a legirigyebb ember is tud állni, és ingyen ölelés. Ez csak egy reklám. Mert aki szeret, az nem reklámozza, az tevékenykedik. És ez kiváltották a szeretetet egy ilyen képes, ingyen olcsó képes lappal, ingyen öleléssel. Annak nincs tartalma. Ugye? Anyuka nem mondja a gyereknek, aki szereti a gyerekét, hogy ingyen ölelek. Az inkább neki főz, mos, szeret, és közbe ölel. Szóval ott van tevékenység, mert hogyha anyuka csak ölelne a gyereket ingyen, akkor a gyerek éhen halna. Szóval a szeretet, ez többet ér. Szóval ez történik a társadalomban. Miért? Mert nincsen buddhi jóga. De nincsen megfelelő tudás. Ez több száz éve keresztül már megy. Ez még megvilágosodás korba elkezdték, amikor az embert a társadalom középpontjába rakták. Azelőtt, amikor építették a társadalmokat, akkor Isten volt a központban, és ez azt jelenti, hogy a koordináta, mi a jó és a rossz, hogy mérjünk és tudjunk eldönteni, ez az Istennek a törvényei szerint volt. Addig jó is éltek az emberek. Amikor kiváltották, és most már emberért építjük a társadalmat, ember legyen a központ, akkor nincs több koordináta. Onnan jön a liberalizmus, hogy mindenki máshogyan gondolja, hogy jó. És akkor gyilkos is mondja, hogy neki ez egy jó, ő nem rossz ember. Neki is kell élni valamiből, hát ez a szakmája, hogy megöljen. Ugye, szóval igazából ez kell legyen akkor, hogyha így van. Szóval ez történik a világban,
amikor központban raknak embert, és ilyenkor ugye antropocentrikus kultúrává válik az egész ember egy ilyen életet él, ilyen civilizációba, és ez volt a legnagyobb hiba. Ezen túl így tovább megy, és most el van veszve a cél. Most mi a cél? Az életnek a célja, ugye? De közben nagyon lelkesítőt és biztatót mindig halljunk. Egyre jobb sok törvény van, hogy emberi védelmi jogok vannak, megvédjünk benneteket, mert jogotok van mindenre. Most már annyi jogotok van, hogy nagyon sok jogotok van. Minden. Most már, hogyha valaki tanár nem jó viselkedik iskolába, a gyereknek ez nem tetszik, a tanárnak a viselkedése, be tud perelni. Hogyha otthon apuka nem etikett szerint viselkedik a gyerekével, a gyerek be tud perelni az apukáját. Annyi joga van. Ez már őrület. Ez történik a világban. Ezek a jogok egyre több-több jog, de halljunk erről minden nap, jobb lett a világ? Jobban kezdtünk élni? Nem. Amikor ember van központban, nem lesz jobb. Mi történik? Az történik, hogy ez egy civilizáció, ez egy mesterséges műcivilizáció igazából, lélektelen civilizáció. Itt csak vannak termelők, fogyasztók, és gyűjtők, akik gyűjtenek pénzüket, és így tovább. Ez lett. Kapcsolatok emberek között nincsen, családok nincsenek, az most ketten élnek egymással, ez nem család. Család, amikor van minimum 10 gyerek. Ez a normális család? Nem, egy gyerek, egy család, az nem család. Szóval mesterséges, és akkor lélektelen mennek emberek, nincs senki között mély kapcsolatok. Maximum valami üzleti kapcsolatok vannak emberek között. A problémám abban van, ettől a civilizációtól, ugye mondja Srila Prabhupád, egyik bölcs személy, hogy ez a féle társadalom vagy civilizáció elpusztítja ember belül kettő dolgot. Az egyiket, az az érzékenységet mások felé. Már amikor én nagyon élvező hangulatban vagyok, engem inkább mindenki irritálja és zavarja, amikor én akarok élvezni, és valaki valamit akar, akkor én ideges leszek. És nem érzek másokat, másoknak a fájdalmat, az igényeket, mert mi annyira rajta vagyok a saját igényeken koncentrálni, hogy nem érzékelek. Ugye ennek van a húsipar, ugye ezek a mészárás, a ipari hús, állati mészárás, ez a civilizáció egyik eredménye. Hogy ember veszi egy húst, és nincsen, nem mozdul semmi. Ez természet. Én nem öltem senkit. De ez egy nagyon-nagyon nagy probléma, amikor így el van tompítva az érzék, hogy itt most is szeszek húst, és valaki meghalt. Ezért, hogy én egyek húst. És nincs. Nincs ilyen funkció, erről nem is beszélnek, egészségről beszélnek. Vagy azért eszek meg egészséges, vagy azért nem eszek, hogy nem egészséges. Csak nincsen érzékenység. És ez egy nagyon-nagyon rossz dolog. A másik, hogy nincsen, megvan ölve az emberbe, ilyen társadalom által, magasabb rendű célokhoz, mondjuk vonzódás vagy haladás. Nincsen cél. Emberek csak léteznek. Leélnek az évekeket, és akkor ennyi. Ugye? Ez nem most kezdődött, ugye már mondtam, hogy megvilágosodás korban, akkor volt egy nagyon-nagyon komoly kis próbálkozás 70 éven keresztül, ugye a kommunista párt, Marx, Engels, Lenin,
ugye próbálkoztak ezt csinálni, te ugyanolyan teljesen istentelen, lélektelen, mesterséges, nagyon mesterséges volt a próbálkozás, de annyira, hogy gyorsan bedőlt. Bedőlt, de párhuzamosan létezett, ami most is létezik, egy másik civilizáció, kapitalizmus. Ez a végleg. Hogy a kommunizmusban ott tiltva van minden, semmit nem szabad. Emlékeztek, ki a kommunizmusban még élt? Ugye? Nem emlékszem, mert én abban országban születtem. Nem lehet semmit mondani, boltban nem lehet semmit. Nálunk például a Szovjetunióban külföldi dolgokat boltban nem voltak. Csak szovjet gyártás. Csak az. Csak zsiguli. Mint a Magyarországon emlékszem, a taxi csak zsiguli volt. Emlékeztek? 70-es, 77-ben volt a Magyarországon először. És ez történik. A kapitalizmusban fordítva, korlátlan, ne korlátozunk, azért éljük, hogy élvezünk, és már fordul ki a bőrödből, csak élvezd. Végtelen, még kitaláljuk olyan diszkot, olyan technológiákat, annyira jó lesz minden, hogy csak boldog és szeretetbe fogsz élni, és mi meggyártunk a gépeket, és mikor van sok gép, nektek nem kell dolgozni, ez már 800-as évek óta mondanak, azért gyárokat fogunk gyártani, mert nem volt ennyi város. Azért városokat gyártjunk, vagy építjük, mert városban lesznek gyárok, és ti gyárban gyorsan meggyártjunk a gépeket, a masinákat, autókat, minden, és sok-sok idő lesz, és ti egész életben gépek dolgoznak, ti fogtok parkokba sétálni, zenélni, művészet, filozófia, jóga. De sajnos nincs idő. Már van annyi gép, de idő nincs. Embereket kérdezünk, Kati megkérdezíti. Na, jössz jógára? Hát, rohannom kell, nincs időm. Ugye? Van olyan, Kati? Hogyne? Csak az, majdnem csak az van. Nincs idő. Erre nincs időm. Erre nincs időm. Igen. És nincs időm. Szóval a gép, ez nem... Szóval láthatjuk, hogy intelligens ember, itt látom, hogy mindenki intelligens, ragyognak, nagyon... nagyon intelligensek, és látjuk, hogy ez a civilizáció tényleg nem tud. Jó dolgokat kínál, de nem igazi. Nem tud adni nekünk boldogságot. Ugye kialakult egy nagy generáció a termékeknek. Ezek a termékek, ami nekünk ajánlanak, mert hát akkor boldogok leszünk. És ők meg kitalálják, hogy nekünk mi kell. Ők gondolják, hogy most én neked ezt meggyártottam, ezt kapod, nagyon-nagyon-nagyon elégedett lesz és boldog lesz. És akkor már olyan termékek vannak, ami egész nagy család, ahol a neve azzal kezdődik, hogy én. Mert a kapcsolat az egóval, hogy megint jobb legyen egót. Ugye van, milyen termékek van? iPod. Ez én pod, ugye? Akkor van iPad, iPhone, iMac. Ugye, és akkor ez azt jelenti, hogy én vagyok a pód, én vagyok a pad, én vagyok a telefon, én vagyok a Mac. Szóval én is vagyok a gép, jelentkezek, Siri. Ugye, ez történik. De embereknek nem erre van szükség. Van, használni lehet. De nem a szeretetre, nem boldogságra ezt szedjünk, vagy használjunk, mert embereknek ezt nem tud adni boldogságot. Valami eszköz, valamire oké, de nem a boldogság. Hanem embereknek nem a gépek tudnak adni boldogságot, hanem embereknek, mindennyiunknak szeretetre van szükség. Embernek szükség van nem iPad, iPhone, vagy I make-re, hanem I love. Erre van szükség mindenkinek. Csak ez tud boldogat tenni az embereket. Ugye? És hogy elején beszéltünk a jógáról, minden jógának ez a célja. Buddhi jóga,
segít, hogy hogy lehet bevonni intelligenciát, és intelligencia az azt jelenti, hogy jóga plusz tudás, ez a buddhi jóga. Jógázok, és van egy hiteles tudás, és ezáltal hogyan tudok elérni a szeretetet. Mert lélek, ez a szeretet. És mikor mesterséges civilizációban élünk, és gépekkel próbálunk betömni azt a lukat, ahol kell szeretet legyen, az végtelen nagy luk. Ott lehet dobálni, azért minden nap lehet vásárolni, csinálni unboxingokat a YouTube-ra, most ez a divat, ugye, YouTube-on minden kicsomagolnak. Ha akartok élvezni, akkor írjátok be unboxing, és mindent, mindenről már van unboxing. És ezért végtelenségig emberek próbálnak ezeket venni, csomagolni, és nem bírják megállni. Miért? Mert az üresség, ezt nem tudnak pótolni. De mikor van szeretet, ember elégedett lesz, és nem kell semmi. Nem, megnyugszik, nem kell rohanni. De egy pár szót mondjunk, mi az a szeretet. Ugye a szeretet, ez egy kicsit más tulajdonságokkal rendelkezik. Ugye azt jelenti, hogy alázatosság, szolgálat, önzetlenség, önáldozat. Szóval nem büszkeség, és elvárom, hogy engem mindenki szolgáljon, hanem én. Hogyha én szeretem valakit, akkor én őt akarok boldoggá tenni. Most úgy vannak, hogyha ő engem most nem szolgál, akkor én reklamálok, és mondom, nem szeretsz engem? Igen, aki szeret, ezeket nem mond, mert ő nem várja el. Ő nem tud megállni, akarja másnak jót csinálni, hogyha szeretem, ugye. És ezért ki vannak váltva az értékrendek ebbe a civilizációba. A férfeleség akarnak boldogba élni és szeretetbe, de állandóan csúnyát mondanak egymásnak, ami távolítja egymástól. De hogyha mi szeretjünk egymást, akkor mondjuk olyan dolgokat, ami közelíti egymást. Jó szavakat, kedves szavakat. Nem, mindig valamit egyik más meg kell kicsit itt csipni, csavarni, megszúrni, és akkor ez nem szeretet. Szeretet itt. A szeretet azt jelenti, hogy nem csak magammal törődök. Magamunkkal kell törődni, hogy legyünk egészségesek, testileg, és így tovább, az persze, de nem csak, hanem másokkal is. Ugye ez a... De társadalom most nem erről szól, ugye? Vagy azt jelenti szeretet, hogy másokat helyezem előtérbe. Szóval látjuk, hogy mostani világ ellenkező irányba megy. A probléma az, hogy ez a mostani civilizáció már gyerekkortól minket erre programozza. Ezért nagyon nehéz változni. Ezért van sok jóga. Mert a jóga segít meg embernek megváltozni. De a másféle dolgok az nem tudnak segíteni. Ugye a jóga plusz tudás azt meg tud változtatni. Ezért ugye mi beszéltünk az elején, hogy látjuk a címet az előadásnak, megújult én. Ez arról szól, hogy hogyha én tényleg komolyan veszem magamat, a saját életemet, és komolyan akarok boldog lenni és szeretetbe élni, akkor nekem meg kell újulni. Meg kell változnom. Mert így, ahogy idáig élek ritmusával együtt ezzel a civilizációval, ez az eredmény már most látom. És megmondom nektek, hogy vannak ilyen coachingok, ki ismeri ezt a szót, hogy coaching, ugye tréningek, és ott erre rájöttek. És mikor egy ember megy egy coachhoz, és mondja, hát én szeretnék üzletember lenni, de egyszerűen mindig csak kudarc éri el engem, és akkor coaching megkérdezi, jó, hát meséld el, hogyan élsz az életet. Hát hogyan élek az életet? Éjfélig nézem a filmeket, és éjféltől 3-ig játszok a számítógépen, és 4-kor majd fekszek aludni, és délután 2-kor kelek. A coach ránéz, azt mondja, én nem leszel üzletember. Meg kell újolnod, új életet kell élni.
meg kell változtatni minden szokást, minden. Változtass meg, csak akkor leszel, és utána mondja a kócsik, és meg is tudsz csinálni. Ugye? És igazuk van, mi is ugyanazt mondjuk, hogy akarunk boldogok lenni, nekünk teljesen meg kell változni. Hogyha egy kócs, hogyha biznisz miatt embernek meg kell változni, akkor a boldogság miatt, mert biznisz ez még nem boldogság, az csak hogy mondja, fenntartás. De a boldogság és szeretet, az tényleg meg kell változni. Meg kell újulnunk, ez a megújult én, más emberre válni kell. 20 éve ezelőtt én teljesen más életet éltem. És megváltoztam 180 vagy 200 fokra az életemet. És működik, és nagyon jól érzem magamat. Muszáj, nem működik. Nem tudom, hol lennék, hogyha még mindig folytatnék amit a civilizáció ritmusát. Az nagyon frusztráló volt. De probléma, hogy ez minket gyerekkortól már programoznak. Ugye, és ilyenkor család nem tud lenni boldog. Srimad Bhagavatamban egyik szentírásban, Srila Prabhupát, akiről kicsit korábban beszéltem, idéztem tőle, ő azt írja a magyarázatban, hogy sajnos most az anyukák, amikor megszületik a gyerekük, akkor néhány hónap múlva már elvisznek és valahova odaadják. Bölcsüde, vagy óvoda, vagy valahova. Hogyha kicsit utána nézünk, akkor fogunk látni, hogy a kommunizmus időben, legalább az én gyerekkoromban, akkor is elvitték a gyerekeket, amikor megszületett kis picit, amely le kellett adni óvodába, bölcsődébe, de akkor kényszerből kellett csinálni. A mesélt nekem anyukám, amikor kicsit nagyobb voltam már, hogy mennyire nagy trauma volt ő számára, mert annyira kötelező volt dolgozni, hogy hogyha nem adta volna, akkor elvitték úgyis engem tőle, és kellett bölcsődébe, nem tudom hány hónaposan odaadni. És a bölcsőde, ez igazi konctábor volt, mert cumit se engedték. Ez milyen bölcsőde? Hát miért nem lett egy kis gyereknek cumi? Ez most mi, kábítószer vagy mi? Tiltó volt. És akkor muszáj volt anyukámnak ilyen zsinóra kötni a cumit, és eldugni, és le kellett fizetni valamilyen nevelő nénét, vagy hogy hívják, hogy amikor nem nincs senki, akkor tudja nekem adni cumit. És ő ugyan három műszakban kellett dolgozni, és akkor ő nem tudta semmit koncentrálni, és ott dolgozott, és hol van a kisfiam? És nagyon szenvedett. Ez kényszer volt. Én emlékszem, kicsit nagyobb voltam már, amikor óvodába adta engem. Na, erre emlékszem még én is mai napig, hogy milyen traumát kaptam. Az volt, hogy elmentünk óvodába, és ugye először bemegyünk egy ilyen előtérbe, ott vannak kis szekrénykek, a szekrénykén ajtón van ilyen labdacska, meg sárgadíny, meg görögdínye, hogy mindenki tudja, kinek hol a szekrénye. Beraktunk oda a játékomat, és utána bementem a terembe, ahol többi gyerekek. És akkor beálltam, és realizáltam, elment az anyukám. Hátra néztem, csak be van csukva az ajtó, nincs. Hú! Azt nagyon-nagyon elkezdtem sírni. Kaptam magamat, és szaladtam gyorsan anyukám után. És az óvoda a forgalmas, nagyon-nagyon forgalmas út szélén volt. És akkor gyorsan beszaladtam a szekrényhez, kiszedtem a játékomat, és menekültem anyukám után, mert nem érdekel semmi, mert hogy nincs anya, nincs élet, vége világnak. Gondolom mindenki tapasztalta, hogy anyuka nélkül világ vége. És az óvonéni, mikor észrevette, hogy eltűntem, infarktus kapott, mert tudta, hogy forgalmas út, és ő a felelős, ő megy börtönbe. És mikor utánam kiszaladt, én már az út túloldalon voltam, valahogy átmentem. Aztán persze elkapta, visszahozta, de ezt a, mikor egyedül maradtam a világban, azt tapasztaltam.
És ezt mondják a védikus írások, hogy gyereknek nem az a óvónéni nem tud adni szeretetet. Akármilyen jó, csak anya tud adni. És gyereknek kell maradni a legalább 5 éves kórig anyuka mellett. Senki nem tud adni ezt a szeretet. Úgy van, hogy nagynéni, nagybátya, anyuka, nagyapa, nagymama, ebbe körbe gyereknek jó. És csak ez működik. Mi történik, hogyha mikor óvodába adnak, az azt jelenti, hogy sok-sok generáció, akik felnőnek, nekünk nincs szeretett tapasztalat. És utána, amikor mi beszélünk szeretetről, azt se tudjuk, miről beszélünk. Nincs tapasztalat. Szóval eléggé rossz helyzet. Ugye mondtam, hogy abban az időben kényszer volt, most megfordult, mivel ennyire agyba van mosva az emberiség, hogy most a szülei erre alig várják, mikor már gyereket elpasszolják valahova. Mert gyerek már zavar őket élvezni, mert annyira kell élvezni, hogy már ez egy természetesen a gyereket oda kell adni valahova. Kész. Ott nincs is opció, gondolat szülőknek, hogy azért kell mellettem legyen a gyerekem, hogy megadjam a szeretetet. Szóval az még rosszabb helyzetbe fog kerülni. Szóval a szüleik leadnak gyerekeket valahova, utána természetesen lesz, amikor a gyerekek leadják a szülőket öreg otthonba. Ez így van? Mert egy mesterséges társadalom, nincs szeretet. Egy szerető gyerek sose fog, inkább szenvedni fog szüleikkel együtt egy házba, egy lakásba, de nem ad le. De mi a mesterség, lélektelen civilizáció, ez van. Mindenki gép, funkciók. Hogyha már nem tud az én apukám nekem élvezetet nyújtani, öreg otthon, ne is lássak. Csak hívom, na még élsz, ez van. Szóval, I love. Ezért, amikor erre megy a hangsúly, hogy akkor kell élvezni, és akkor kell gazdagság, meg pénz, minél több, akkor sajnos ez egy karmát csinál az embernek. A ember csak le fog degradálni. Természetesen, maga pénzzel, gazdagsággal nincs probléma, hogyha valaki mondjuk pénzt használja az Istennek az elégedettségére, szolgálatára, akkor tisztul a tudata. Szóval megint csak akkor probléma, hogyha én vagyok a központ. És hogyha így használja, akkor boldog is lesz. Az igaz. De maga a gazdagság, amiben próbáljunk itt egyre jobban felhalmozni, ezt nem. Van egy írás, Chaitanya Charitamrita, egyik legnagyobb könyv. Azt állítják, hogy ez a legmagasabb szentírás, ami létezik világban. És ott van egy nagyon zseniális fogalmazás a gazdagságról és a civilizációról. Ugye, hogyha mi most megkérdezünk, vagy megnézünk interneten a statisztikát, melyik társadalom, ország legcivilizáltabb, akkor megmondják ez, vagy ez, vagy az. És hogyha megnézzük, mi alapján döntöttek, hogy melyik civilizáltabb, akkor hát az, ahol van több autó, több ilyen drága autó, vagy több kőolaj, vagy gáz, vagy arany, ezek szerint civilizáltak. A védikus rendszer magyarázza, hogy inkább nézzünk az alapján, melyik országban több boldog ember. Az a civilizált társadalom. Hogyha boldogtalanak, akkor miért civilizált? Mert gép, ez még mesterséges, lélektelen dolog. És van ebben az írásban nagyon jó idézet, amit megmondja, hogy mi alapján kell mérni a saját gazdagságunkat is. A szanszkrit, én szépen elmondom szó szerint nektek. Először mondja azzal, hogy dána azt jelenti, hogy kincs, gazdagság. Prema, szeretet. És mondja prema dána,
rögtön meghatározza. Kincs, ez a szeretet. Miért? Ha nekem van nagy vagyonom, vagy sok pénzem, az ma van, holnap nincs. Ugye, ma nagyon nagy cégem van, az enyém, valaki jön, hamis szerződés, kijátszik velem, holnap jönnek, elvisznek tőlem. Vagy más hogyan. Szóval ezek ideiglenes dolgok. A szeretet azért igazi kincs, mert nem tudja senki ellopni. Nem? A szeretet nem lehet ellopni. Ez örökké ott van velem, az mindig viszem magammal. Ezért ez a igazi gazdagság. És akkor Prémadána, és utána mondja, Prémadána vinavjárta, hogyha valakinek nincsen vinavjárta, nincsen szeretet, kincse, akkor daridra dzsivana. Daridra azt jelenti, hogy szegény, dzsivana lélek. Ez szegény lélek. Szóval mindenki szegény, akinek nincs szeretetje, nem a arany. A lényeg. De? Jó, hát hogy most megbeszéltünk erről a dologról, hogy mostani társadalom, ez mesterséges sajnos, vagy a civilizáció, de akkor mi az igazi? Van-e valami megoldás, vagy mi csak tudjuk mindent beszélni, mindenről negatívet mindenki tud mondani, ugye? Nem nehéz kritizálni, inkább mondjuk valami építő jellegűt. Hát igen, az a célunk, hogy mondjuk építő jellegűt. Nem, először csak nézzük meg a szituációt, vizsgáltunk, hol vagyunk, most nézzük meg a építő jellegű dolgokat. Van olyan igazi civilizáció, de a civilizációnak van egy célszerűsége, vagy kultúrának. Az azt jelenti, hogy egy igazi civilizáció kell, hogy harmóniát eredményezzen a test szinten, az érzelmi szinten és a lelki szinten. Akkor ez egy igazi civilizáció, vagy kultúra. Ilyen kultúrát, hogyha mi ez alapján vizsgáljunk, létezik ilyen kultúra. Ezt úgy hívják, hogy védikus kultúra. És itt egy pár szót elmondom, hogy mit jelent, hogy védikus kultúra. Mert rögtön lehet gondolni, honnan van ez a védikus kultúrában? Indiában? Hát akkor menj Indiába, mi magyarok vagyunk. De védikus kultúra nem tartozik a népi szokások közé. Ez egy nem szokás, vagy tradíciókról szól, mert népekben tradíciók különböznek, de a védikus kultúra minden népben ugyanaz lesz. Mindjárt elmondom, és fogunk látni. A véda szó azt jelenti, hogy tudás. A tudás, véda, és ennek a gyök, véda szónak a gyöke, vid. A vid azt jelenti, hogy látni. A védikus kultúra, ez egy ilyen kultúra, ami embereket tanítja, biztosítja elsajátítani egyféleképpen látás a világról. Hogy kell helyesen látni a világot, mert mikor te helyesen látod a világot, akkor te tudsz helyesen cselekedni, viselkedni, reagálni dolgokra. Amikor nincsen ez a látás, akkor ez az eredmény. Meg tudok sértődni engem, meg tudnak bántani, én áldozatnak tudok esni, én valakire irigy vagyok, valakivel versenyezek, és azok a problémák. Ez miért? Mikor nincs, nem jól látom. Szóval véd. És a védikus kultúra az azt jelenti, hogy formája, hogy olyan tudást ad, ami nem csak információ, hanem megváltoztatja az embernek a paradigmáját, vagy szemléletét a világról. És ez nagyon fontos. Másképp, hogyha nincsen ez, akkor nem lehet megváltozni, mert kipróbáltam már megváltoztatni saját szokásokat. Lehetetlen. Ugye minden új évben mondjuk, na akkor január 1-től most már új életet élek, 3 nap múlva vissza a sínre. Ugye, és akkor kész. De amikor változik a látás, a viselkedése minden megváltozik magától. És ez a védikus kultúra, az látni világot.
És egy pár szót mondom, hogy mit, hogy kell látni? Mert mindenki valahogy lát. Mindenkinek van egy saját paradigmája és szemlélete. De a védikus kultúra adja egy hibátlan látást. Azt magyaráznak maga a védák, hogy Isten teremtette a világot. Ő egy bizonyos céllal, tervvel teremtette ezt a világot. Ő találta ki, hogy fog működni, mi a helyzet, mennyi állat, mennyi ember, mi a cél az emberi életnek, és így tovább. És a védikus, vagy véda, vagy ez a tudás, ez pont az a tudás, hogyan Isten látja a világot. Szóval az azt jelenti, hogy ember, aki ebben a kultúrában nő fel, ő úgy látja a világot, ahogy van. Ő tiszta képet kap, és ezért ő mindig tudja, hogy hogy kell reagálni bizonyos helyzetben, hogy kell viselkedni helyzetben, hogy kell viszonyulni egymással. Szóval ez egy ilyen dolgot eredményez a védák, a védikus tudás, védikus kultúra. Védikus tudás több ezer éve ezelőtt, több mint 5000 éve ezelőtt, akkor szájról szájra terjedett, nem volt szükség írásra, hanem embereknek az intelligencia annyira tiszta volt, hogy nagyon erős volt a memória, és nagyon erős volt az intelligenciájuk, és egyszer hallotta egy tanítótól, és rögtön megegyezte, és meg tudta valósítani. És nagyon erkölcsös emberek éltek akkor. De Isten terv szerint a világ degradál. És 5000 év ezelőtt egy ilyen korba lépett a mi univerzumunk, ami úgy hívják, hogy Káli kor, ugye vaskorszak, a félreértéseknek, a betegségeknek, háborúknak, vitáknak a korszakába. Ilyen életmód miatt az embernek az élet rövidebbre válik, intelligencia gyenge. Ugye miből lehet megállapítani, hogy nekem-e gyenge, vagy embereknek gyenge a intelligencia? Hát, hogyha én meg tudok sértődni, fel tudnak engem dühíteni, kiborítani az egyensúlyból, az azt jelenti, hogy gyenge az intelligencia. Mert erős intelligenciú embert mindig kiegyensúlyozott boldogság és boldogtalanságba. Ugye? És ezek, akik védikus látásra rendelkeztek, ők ilyenek voltak. De most ebben a korban mi vagyunk, ez nincsen, ezért és ember nem tudja ebbe korba megegyezni hallás után semmit. Nem csak a védikus tudás, ami nagyon nagy, nagyon sok téma van. Mi már azt se tudjunk, hogy amikor valakivel találkozunk, jó napot kívánok, Józsi vagyok, a másik mondja Pisti, köszi, nagyon örvendek. Bocsi, hogy is mondtál, hogy is hívják, mert a nevekre nagyon rossz a memóriám, de várj, vele találkoztunk egy pillanat előtt, mert arcmemóriám is rossz. Ugye? Kicsit sarkított, de kb. Ilyesmi van, ugye? Szóval ezért kellett leírni a védikus írásokat, védát, és akkor lettek az írások. Leírták a védek a pálma levelekre, 5000, kicsit több, 5100 valamennyi évvel ezelőtt le kellett írni pálma levelekre, és rendszeresíteni kellett, és akkor lettek a védikus írások. Ami van négy véda, most nem megyünk bele az egészbe, de van Rigvéda, Samavéda, Yajurvéda, Atharvavéda, és van sok más kiegészítő, és ezek a védek mindenről beszélnek. Majd kicsit később fogok mutatni példákat, de így előre egy kicsit betekintve, például a jóga, az a védáknak egy tudománya. A két jogázik, a csakrákról hallotta mindenkit, aki jogázik. Hát honnan van? Védákból van. Ki találta ki a csakra működését? Magától? Isten találta ki? Ez az ő mechanizmus. Ő találta ki csakrákat, karmát, akkor ajurvédát, aki jogázik, tudja, ez is védáknak egy rész. Ajurvéda. A hosszú életnek a tudása, vagy a boldog életnek a művészete. Az ajurvéda. Mi már úgy tudjuk, hogy a gyógyítás könyve, nem. Az egy harmadlagos dolog.
Már a Ayurveda először meg kell tanítson ember, hogyha te a védák szerint élsz, sose leszel beteg, mert nem hibázol. Mert betegségek akkor jönnek, amikor nem tudsz, hogy kell viselkedni, hogy kell reagálni, hogy kell táplálkozni, és akkor beteg lesz, utána jön a harmadik része a Ayurvédából, gyógyítani, amikor benne vagy a csapdába. De amúgy a Ayurveda megelőzésre van. Akkor van a vásztó, kihalott a vásztó, vagy vászáti fensúly, úgy szokták mondani, ugye a házépítés tudomány védákban van. Hogyha valaki vásztó szerint felépíti a házat, ez azt jelenti, hogy megfelelő tájakba kell rendezni a telket, a telken megfelelő helyen kell legyen felépítve a ház, megfelelő irányba, általában négyzet legyen a ház, nagyon fontos, nem jó, mikor ilyen elbetű házok, ezek nagyon nem egészségesek családnak, csak kocka házok fontosak, akkor hol legyen a fürdőszoba, hol a konyha, hol legyen a szekrény, ágy, melyik irányba kell aludni, ez mind védekben van. Nagyon segít jó kapcsolatot, gazdagságot, egészséges, hosszú életet egy ilyen ház. Ugye, akkor ez van, akkor van háborúnak a védek, leírják, hogy kell harcolni, egy stratégia, üzletek, az is van a védekben leírva, gyereknevelés, hogy kell nevelni a gyereket, hogy működik a pszichikája a gyereknek, nem csak mondja, így is így kell nevelni, hanem megmagyarázza, miért. Nagyon. Szóval a védekben mindenre van válasz, miért. Akkor van pszichológia, van jóga, van politika, minden, ami terület, életterületünk van, mindent érinti a véda. És ez a védikus kultúra, amikor, és ez hibátlan tudás, abszolút tudás. Ezért, mikor olyan bölcsőkkel találkozunk, különböző tájon, ugyanarról fognak beszélni. A véde nem változik, mert Isten egy van, és neki az ő látása csak egy. És igazi bölcsember, az ő látása mindig azonos Isten látásával. Egy példát mondom, hogy ki hallotta már arról, hogy például a nagy zseni Albert Einstein tanulmányozott a szanszkritot. Mert a védikus írások szanszkrit nyelven vannak leírva. Azért tanulmányozta, mert ő akarta első forrásokból kapni tudást, amelyeket utána használta arra, hogy elérte hatalmas eredményeket az ő tudományos kutatásokba és életébe. Védikus írásokból vette sok mindent. Mert ott minden van, fizika, algebra, geometria, kémia, minden benne van. Mindjárt majd megmutatom azt is. Valaki mondhatja, jó, de majdnem meggyőztél, de azért nekem nagyon gyanús, hogy ez egy mitológia az egész. Mert görögökről is hallottunk, mi a kis mitoszok, esti mesére legjobb dolog, most is eljöttünk, meghallgatjuk, olyan jól tudjunk aludni, izgalmas kis mitológiát mesélsz. Itt pedig van egy érdekes dolog, ez egy Himalájokban egy barlang, ami persze most ezt kiépítették a barlang bejáratnál, de ez egy igazi barlang mögötte, ahol Vyasadev, szent, Krishna Dvaipayana Vyasa, ez a teljes neve, leírta a védákat 5000 évvel ezelőtt. Szóval megvan ez a hely. Mai napig el lehet menni, meg lehet nézni, van ez a hely, ez megvan. Szóval ott írta le. És most mondom egy pár példát a védikus írásokból. Egyik példa, hogy már több ezer év, meg millió évek azelőtt olyan precíz tudással éltek és használtak hétköznap a személyek, az emberek, hogy mostani civilizációban nem rég kezdtek ezeket. Például olyan, mint a nulla, az csak egy pár száz év ezelőtt nyugati civilizáció találta, hogy van nulla, ezt a fogalmat. De ez milliók évek ezelőtt már emberek használták ezt a nulla, sunya, ez a neve, ugye. Aztán lehet mondani, hoppa, hoppa, na most itt most téged itt megfogtunk, és elkaptunk, és sarokba szorítottunk, mert miről beszélsz, milyen ezer évek ezelőtt. Tehát ezer évek ezelőtt, vagy miről ez évek ezelőtt, nem volt még ember civilizáció. Hát vad ember volt,
volt rajta valami bőrdarabok, és akkor beszélni se tudott, primitív barbárok voltak, nagy kövekkel rohangáltak mamut után, és akkor maximális, ami kultúrájuk volt, ez kis követ tudtak fogni, és akkor kaparni valami a falakra, a barlangokba. És mondják is, ezt mi biztosan tudjuk, hogy ez így volt, és akkor te itt nekünk előadásra ne ködösíts. Mert nem voltak civilizált emberek, mert az ásatások bizonyíték. Erre mit tudsz mondani, kedves előadó? Erre azt tudok mondani, hogy igazatok van. Igen, voltak vad emberek, 10 000, 1 millió, több millió éve ezelőtt voltak vad emberek. De most is vannak. Elmegyünk Afrikába, ott van. De attól, hogy most Afrikában is vannak vad emberek, ez nem jelenti, hogy nincs több civilizált ember. Nem, hogy van párhuzamosan. Ez igaz. Szóval most van párhuzamosan, vannak vad emberek, és vannak civilizált társadalmak. És ugyanúgy volt múltkor, úgy van most, és úgy lesz tovább. Miért? Mert a védek magyaráznak, hogy 8 millió 400 ezer életfaj létezik, univerzumban, ezek között 400 ezer faj az emberfaj. És vad emberek, ez egy faj, az nem fejlődik sehova. Mint a macska, ez egy faj. A macskában sose lesz kutya, egérből sose lesz macska. Ki már látta a macskát ugatni? Az nem lehet. Nem lehet. Ez egy faj. Ugyanúgy embere, 400 emberfaj van, és vannak emberek alacsonyabb fajok, attól nem kell őket lenézni, és vannak emberek magasabb fajok. És akkor ezért civilizált ember akkor is volt. Ezen kívül most mutatunk tovább, például, hogy bizonyítsunk, hogy ez van leírva a szanszkritot több ezer év ezelőtt, ugye, hogy volt például a Pitagorasznak a tétele, az már le volt írva. Akkor volt leírva, hogy van mondjuk a másodperc, ugye 0,34 ezred másodperc. Ilyen dolgokat írták le, ami gép nélkül honnan tudták? Volt ez a tudás? Ez azt jelenti, hogy dolgozták. Emberek ilyen dolgokat dolgozták akkor, gépek nélkül. Ennyire civilizáltak voltak. A piszám, iskolában mindenki tanult, most senki se tudja mi az, de azért emlékszünk, hogy volt ilyen piszám, az is védekben le van írva. Tudja valaki, mit jelent? 3,14. Na, 3,14, de mire van? Legalább tudjuk, hogy 3,14, az a lényeg. Érettségén kellett, igen. Igen, de ezen dolgozták, ez nem új dolog, ez volt. Akkor voltak a nagy számok is voltak, ilyen milliárdok, hogy 4,32 milliárd év, ezekkel minden működtek. Itt lehet sok minden még példát, csak nem akarom, hogy ez legyen a fő dolog. De lényeg a lényeg, ugye? A fő lényeg az, hogy a védikus írások tényleg nagyon hatalmasak, és mikor 5000 év ezelőtt leírták, akkor az nagyon nagy segítség volt. Probléma az, hogy 5000 év alatt a mi világunk még jobban degradált. A intelligencia még jobban gyengült. És mi, hogyha most nekünk ide behoznak a védikus írások úgy, ahogy van, nem tudjuk, először egy élet alatt nem tudjuk kitanulni, annyi sok. A másik, hogy nem is tudjuk érteni. Szóval, mert ez 5000 éves ember 5000 évvel ezelőtt értette, hogy mi most nem tudjunk. És ezért, ahhoz, hogy mégis boldogok legyünk, és változzon az életünk, és legyen a szeretet útjunk, ezért megfelelő személyek, őket úgy hívják, hogy szent emberek, felhatalmazva voltak arra, hogy összerakják ilyen sűrített védikus írásokat, a védeknek mondani valóját,
ami egyszerűsített, nekünk érthető és könnyen alkalmazható. És ezek a szent emberek, ők elkezdtek sűríteni, és mondják, hogy hogyha ezeket mi kivontunk, a lényeget és a sűrítményet, a koncentrációt, ugye tudjuk, hogy mi ez a koncentráció. A koncentrátum, ez nagyon erős. Ecet, ugye volt az ecetnek az eszenciája. Ugye emlékezünk? A szovjet időben legalább nálunk volt. És hogyha te sima ecetet használod, akkor kell mondjuk egy decit, de hogyha ecetnek az eszenciát használsz, akkor csak egy cseppet, és azt fel kell hígítani, annyira tömör. És ezt csináltak a szentek, a védikus írásokból eszenciát csináltak, összetömörítették, hogy nem kell nekünk mindent tanulni és olvasni, hanem csak egy pár dolgot, és ez olyan erős, hogy csak egy csepp kell nekünk ebből a tudásból, és nagy változás lesz az életünkben. Ugye? És ezeknek a szenteknek, ezen évek, század, ezred évek alatt dolgozták az anyagon, és utána jött egy utolsó képviselő, egyik utolsó, ez a Srila Prabhupád, aki ő végül összegezte mindenkinek a munkáját összes szentnek, és akkor leírta úgy a védákat, hogy mi nyugati emberek tudjunk kezdeni valamit vele. És akkor ő ezt megcsinálta. Ugye van egy ilyen könyv, mondjuk Srimad Bhagavatam, ami nem hoztunk el, vagy hoztunk egy pár darabot belőle, ahol minden benne van. Ahogy mi kicsit korábban beszéltünk, hogy az igazi civilizáció, igazi tudás kell, hogy nekünk elégedettséget, harmóniát hozzon, eredményezem test szinten, érzelmi szinten, lelki szinten. Ez minden kell. És egy példát mutatom a következő díján. Van ez az írás, Srimad Bhagavatam, és ott például, hogyha valaki akarja tudni kicsit többet testről, tessék, van. Ezt írták le, nem fogok felolvasni, nyugodtan lehet olvasni közben. Ilyeneket írták le 5000 év ezelőtt, mikor nem létezett ultrahang, röntgen, semmi. Miért? Mert hogyan fejlődik a magzat, az Isten találta ki. Nem? Hát akkor, hogyha ő megmondja, hogy hogy van, leírták 5000 év ezelőtt, akkor hibátlan. Ez ilyenek információk mindig vannak a Bhagavatamban. És akkor van a test, van a pszichológia, vagy a érzelmeknek, és a fő dolog a lelki dolgok vannak a Srimad Bhagavatamban. És ezek a írások az nekünk való. Ezek az írások mondják, hogy bárki vagy, bármilyen ember vagy, nem számít, bármilyen kívánságod van, érzés, vágyak, hogyha te megújulsz, megváltoztatsz magadat, akkor te nagyon sikeres leszel. Te tudsz szeretni, te megértesz, mi ez a szeretet, mások fognak melletted változni, majd fogok mutatni, hogyan egy ember, mert mi mindannyian akarunk, hogy na, mikor már ő, hogyan, nem tudom, mióta próbálok, nem változik sehol. Próbálok, és már minden, nem, ez az ember egyszerűen nem megy át. Nem így kell csinálni. Magamat kell változtatni, a mások magától megváltoztatnak, majd megmutatom, de előbb még egy idézet, ugyanúgy Srimad Bhagavatamból, amit azt mondja, hogy bárki vagy. Szóval nem olyan, hogy csak kiválasztott, vagy csak a ilyen embernek való a védikus kultúra, vagy a jóga, mert a jóga ez a védikus kultúrának egyik része. Mert asana, ez azt jelenti, hogy kezdek úgy látni, ahogy Isten látja a test, hogy működik. Ez ő találta ki, hogy működik a test, és asanának ez mindentől lejön. Ez nem ember találta ki. Mert amikor asanába egy bizonyos posztba ülsz, akkor elindul egyik pontból energia egyik szervbe, ugye, vagy csakrába, vagy szervbe, és hogyha nekünk van blokk a szervbe, akkor ez a blokk az van a tudatba is. És az ászánában, amikor ülünk, akkor jön oda a prána, oldja a szerve blokkot, és oldódik a tudatomba
blokk, traumám, karmám. Ugye? Ez védikus. És bárki, hogy a jogázni bárki tud, mindenkinek jó. Lehet, hogy ki beteg, akkor kisebb, kevesebb, de mindig lehet. És ez a vers erről szól, hogy ez a védikus tudás, védikus kultúra az mindenkinek jó tesz. Azt mondja, akáma, hogyha neked nincsen semmi vágyod, nagyon jó. Hogyha szárvakáma, te győrbe élsz, és te még mindent ki akarsz próbálni, neked sok-sok vágyad van, ne dobd ki. Mert hogyha kidobsz a vágyakat az ablakon, elnyomsz magadba, szenvedni fogsz. Nem baj, legyen minden. Akáma, nincs vágyad, minden vágyad van, moksakáma, vagy ha te már jogázol és felszabadulásra vágysz, az is jó. És mondja, udháradi, ezek az intelligens emberek, akiknek van vágyok, nincs vágyok, nem számít, de hogyha ők tivrene bhakti yogina, ezt a bhakti jogát, ez a szeretetnek a jogáját, ami a védikus kultúra használják, akkor yajita purusam param, ugye, akkor elérnek legmagasabb szintet, az a szeretet szintet. Ez mindenkinek való. És a végén mutatunk még egy idézetet, ez a Bhagavad Gita-ból. Itt a részben, ebben a részben, amit mutatunk, kicsit később van egy békének a formulája, a képlete, ez is egy jólétnek a képlete, ami következőképpen beszél, és megint mutatja, hogy nem ez az irány, hogyha akarok boldog lenni, és hogy szeressenek, mert nekünk van szükség, hogy mi szeressünk, és igényünk van szeretve lenni. De ez az élvezd, és csak legyél büszke, ez nem fog ezt nekünk adni. Na nézzük meg, mi ad, mit tanácsolja, nagyon gyakorlati dolgokat, mert Bhagavad Gita ez egy gyakorlati könyv, ez az életjoga könyve. Azt mondja, én mondom megint szanszkritokat. Yoga yukta, aki ezt a jogát gyakorol, mert például a védikus kultúrát gyakorol, ez is egy jóga gyakorlat. Yoga yukta, aki gyakorol, annak van egy hatása a tudatra. Visuddha átma, az embernek a tudatja tisztul. Ugye mindenki, aki eljön ide jogázni, a végén érzi egy kicsit kitisztultabb. Ugye szokott lenni, tapasztalat van? Igen, yoga yukta. Visuddha átma. Ugye, főleg, hogyha én még ezt tudással kiegészítem, a védikus tudással, akkor az a hatás végtelen mélyebb lesz. És amikor tisztul a tudatom, Visuddha átma, nem vagyok zavart, akkor Vijita átma. Én legyőztem az én elmémet, nincsen több cunámi az elmébe. Kiegyensúlyozott és békés kezdek lenni. Szóval ez az eredmény. Nem a büszkeség és rohanni karácsonyi vásár, megy mindenki, Tesco, parkoló, mindenki ideges, dugó van a városban. Ez nem. Ez. Vijita átma, és amikor én legyőztem az elmémet a joga gyakorlatok által, ez természetesen történik, ez egy mellékhatása mondjuk, ez nem kell semmi más. Akkor jitendriya, az én érzékeim elégedettek, nekem nem kell kapkodni, ezt kell, azt kell, és akkor csak így szét vagyok szedve, és utána rohanni, dolgozni, még, ezt is kell, nem, én elégedett vagyok. Ami van, tudok venni, veszek, nem tudok venni, nem veszek, ez nem befolyásolja a boldogságomat. És mikor jitendriya, mikor érzékek nyugodtak, nincsen ez az izzítás, még vegyi, vásároljál, reklám, most már ezt kell venni, meg minden. Hogyha nincsen ez, na akkor én máshogyan kezdek látni a többieket. Na akkor jön ez az, amit elején beszéltem, hogy az az érzék és érzékenység másik fele csak akkor vissza tud állni. Hogy? Úgy látja, szárva bútat már rögtön megváltozik a látás. Látom, hogy hú, ezek lelkek. Szóval nekem mindenki kedves, aki ütül, én csak egyet akarok mindenki javára cselekedni. Más nem akarok. És ez jön az emberbe. Ez a jogának a hatása. Szárva butát már. Mindenki kedves számámra, és én mindenki javára akarok élni. Ez a boldogság. Nem a Tesco sorba állás a boldogságom. És utána mi történik? Na itt van a
további hatás, hogy hogyan lett, hogy mindenki megváltozzon körülöttem. Mikor emberek észrevesznek engem, hogy én csak megyek, és csak mindenkivel törődök önzetlenül, látják, hogy ők kedvesek számámra, akkor én leszek kedves számukra. Ugye? Hogyha most jön ide valaki, és elkezd minket nagyon-nagyon szolgálni, minden segítene nekünk, mi ezt fogunk, hú, te olyan jó ember vagy, ne menj el, olyan jó melletted, megnyugszunk, te olyan önzetlen vagy, ez a szívünknek ez olyan jó esik látni, és figyelj, mi tudjuk valahogy meghálálni, tudjuk mi is valamit csinálni, ez rögtön változik. Szóval a társadalom csak úgy változik. Nem a forradalommal megyünk tüntetni, azon nem változik semmi. Hanem így változik, hogyha én gyakorolok, nekem változik a látásom, a véda szerint kezdek látni, így gyakorolom a jógát, akkor mellettem fognak látni eredményt, és akaroknak ők is változni. Kurva napi, na lépjete. Ilyen ember nem téved el sose. Ő mindig tud, hogy kell viselkedni minden helyzetben. És ő az igazi tanácsadó lesz, többieknek. Szóval így működik a védikus kultúra, ugye, és mi hoztunk itt a könyveket. Meg kell változni, hogyha akarunk tényleg szeretetet, boldogságot, nem csak beszélni, és ne legyen nekünk ez olyan ingyen ölelés képes lapunk, hanem legyen valami tartalma, akkor nekünk kell változtatni. És ahogy mondják a coachok, coachingon, te is meg tudsz változni, te meg tudsz változni, és te is meg tudsz változni, és mindenki meg tud változni, és meg is kell. Mert hogyha megváltozunk, akkor van kilátás, és van esélyünk boldogságra. Ennyit terveztem röviden beszélni a mai megújulás én dolgokról. Esetleg vannak kérdések. Ez normális, ez természetes. Ó, van kérdés? Általában nincsen. Már kezdtem mondani, hogy természetesen, hogy nincs kérdés. Akkor ez most nem természetes, mert van kérdés. Igen? Igazából azt nem értettem teljesen pontosan, amikor írtak, hogy a legkisebb szám 0,034 ezred másodperc, hogy ez hogyan, ez egységet jelent inkább, vagy valóban valami szám? Ez egy szám, ez egy idő intervallum. Pislogás például, ez a pislogásnak a száma. Ennyi alatt pislogjunk. És a karka, az pedig ugye az a legnagyobb ember által. Hát nem, ennél még nagyobb is vannak, de egyik legnagyobb szám a évekre, megint időintervallumra. Igen. Jó? Oké. Okay. Jó. Hogyha nincs több kérdés, még van? Ez nem egészen világos, hogyha van négyszerűen fajta ember, ami elváltozhat, és akkor hogy jön ezzel össze az, hogy gyakorolja a védikus látásmódot, vagy hát tovább eljutni. Ez mit jelent, hogy akkor marad mindenki a kutya-macska kategóriában, csak akkor jobbá válik, vagy ezzel nem világos, hogy ez mit jelent? Úgy akkor nélkül, és egyébként az internetben láttam, hogy a macskát, amelyik mutatott, de... Ebben világban minden lehet már látni, sajnos, fotosan. Most már minden fotosan. Nem, tényleg olyan mutatott, hogy érdekes, hogy nem tudjuk, csak lehet látni ezeket. Kutyák énekelnek, ezt is lehet látni, csak ez nem természetes. Hogyha jó, én visszaismételem a jó értetemek kérdést, hogyha van 400 ezer faj emberek között, akkor, és a védikus tudás, akkor ez minden 400 ezer faj alkalmazhatja, vagy csak néhány faj? Vagy mi volt pontosan a kérdés? Nem az azt jelenti, hogy ezt valamennyire ellentmondásnak érzem, mert arról volt szó, hogy ebben védikus tudás irányába kell törekednünk, és akkor eljutunk a
a boldogsághoz. De akkor ez azt jelenti, hogyha ez a négyszedező faj mindenje egyedet elítne ebbe az irányba, akkor egy fajjá válna. De ez ellentétben azzal, hogy ezek különböző. Akkor viszont van, aki kiválasztott, tehát aki elérheti ezt, és van, aki nem. Hát ez egyfajta elrendelésnek tűnik nekem. Nem. Nem lesz ő sem mosódás, az nem lehet megcsinálni, mint hogyha egy nő, ez is egy faj, férfi, ez is egy faj. Ez egy két különböző faj. És hogyha akkor nő eléri a szeretetet, nem lesz belőle a férfi. A férfi, amikor eléri a szeretetet, nem lesz belőle egy nő. És emberek között igenis vannak 400 000 faj, és vannak alacsonyabb, magasabb, de mindenki elérheti saját fajba is azt a szeretetet, ezt a szintet, mert ez a szeretet, ez nem egy absztrakt valami, egyféle dolog, hanem ez nagyon változatos. És Isten pont ezért teremtette minket, lelkeket, hogy ő kívánja azt a szeretetet, hogy legyünk vele kapcsolatba, végtelen formába. Egyéni, még egyéni is maradni fogok. Amikor én elérem Isten irányi szeretetet, az én egyénségem, egyéniségem megmarad. Ez a zseniális az egészben. Hogy nem lesz, hogy belül vagyunk egybe, és akkor mindenki egy lesz. Hanem pont ez a jó, hogy mindenki egy külön csoda. És mindenki sajátosan tud szeretni. Ugye? Mindenki. Itt ez a válasz. Tehát a válasz akkor tulajdonképpen az, hogy ha egyfajta ilyen önzetlen, ebben az önzetlenség állapotába eljutunk, ez a szeretet tulajdonképpen. Leegyszerűsítve, ahogy nekem előtt, és még az előadás elején a büszkeséget én a legtöbb esetben egy más szóval helyettesítettem volna, ami egyszer sem adott el, én azt inkább önzésnek éreztem, a büszkeség, az abban vannak azért pozitív dolgok is, bár történt egy ezt. És az önzés az egyértelműen egy negatív kategória, és az esetek nagy részére inkább nekem legalábbis az őt volna, Ez már ilyen szavaknak a játéka, mondhatjuk, mert lehet beszélni sokat, büszkeség. Van valamikor jó értelme, hogy én büszke vagyok a gyerekemre, büszke vagyok az Istenre, ez jó. De amikor magamra büszke, inkább ez erről szólt, hogy amikor én magamra, hát az a önzőség, büszkeség, arról volt szó. Igen, ami fontos, például, ami például jó szó, ez a önbecsület. Az már más, ez nem büszkeség. Önbecsület, ez fontos, mert hogyha nem vagyok, nincs önbecsületes, akkor én megsemmisítem magamba a személyiségemet. És akkor megint ez a hamis alázatos. Szóval alázatos, ez is egy egészséges kell, hogy legyen, nem megalázó vagyok magamat, elpusztítom, annyira alázatos vagyok, hogy senkivel válok, hanem ez egy egészséges ego, ez azt jelenti, hogy alázatos, természetes, és akkor önbecsület. Szóval igen, erről sokat lehet beszélni, de önzőség ez a fő probléma. Így van. Szerintem is az lenne normális, kíván mindenkivel legyen egy normális önbecsülés, mert ha valaki önmagával nincs kivégül, akkor nyilván nem tud másokkal. Jó életet, akkor mit várja másoktól, ugyanakkor amit hiányolok, és a egyik fő probléma az, hogy másnak ugyanezt a tiszteletet megadja. Tehát, hogy ő ugyanígy érhessen, és gyakorlatilag elvár, hát nem is kell elvárnia, az jár mindenkinek, hogy én elvár békében élek magammal, ugyanúgy tudomásul kell lennem, hogy más, egy más egyéniség, egy más kultúrában jött, egy más világból jött, ő meg olyan. És ha egymástok ezt a kölcsönös tiszteletet megadjuk, akkor ez működhet, és csak akkor működhet. Így van. Igen, mikor számításba veszek másnak az igényeket. Igen. Ez jó, persze. Ez az irány. Igen. Ez az érzékenység. Mert erre kell érzékeny lenni. Ez, igen, nagyon jó. Köszönjük szépen.
Oké, más? Igen? Én elkezdtem megváltoztatni az életemet. Gratulálok! Hanem tőled szeretném megkérdezni, hogy egy ma aktívan Magyarországon élő dolgozó embernek mit tanácsolnál, hogy mi az útja a szeretetnek, mit tegyen úgy, hogy ne kelljen teljesen feladni a munkáját, hogy ne kelljen perben családjával konfliktusba kerülni, mert hogy egy másfajta módon kezdi látni a világot. Tehát, hogy most szeretném ellenőrizni, hogy jól csinálom el. Ezt kérdezem tőled, hogy mik a gyakorlati útmutatásaim. Jó. Egy pár mondatban elmondom, hogy amikor lelkesen valaki kezdi, akkor mi a gyakori hibák, utána elmondom, hogy mi a jó. Jó? Gyakori hibák akkor az történik, hogy én most rájöttem, hogy nem így kell élni, így kell csinálni, mit tudom én, valaki azt mondja, vegetáriánus leszek, valaki azt mondja, hideg zuhany, valaki még, és akkor elkezd erőszakolni a családját. Dobjunk ki a tévét az ablakon, akkor húst dobjunk ki, akkor ez, és akkor család menekül. Nem jó. Hanem jó így, hogy én tovább, amikor én gyakorolok és változok, ez azt jelenti, hogy én sokkal figyelmesebb leszek a családomra, sokkal érzékenyebb, sokkal önzetlebe leszek a családom felé, és nem kell kidobni a munkát, nem kell semmit kidobni, hanem hozzá kell adni. Ugye ez a Prabhupát, akiről beszéltem, idéztem, ő ezt tanítja, hogy nem így kell változni, megújulni, hogy én minden fejjel tetején rakom az életemet, mert ennek nehéz és sok rossz következménye lehet, hanem hozzáadok. Például kezdek, először első lépés az a helyes és hiteles tudás. Már annyi sok tudás van, de meg kell értenem, mi a helyes, mi a hiteles tudás, amiben bízhatok, és azt kezdek gyűjteni. Először minden ezzel kezdődik, tudás, és utána kell próbálni keresni olyan személyeket, akik már gyakorolnak ezt a tudást. Hogy először én látom a példát, hogy hú, igen, látom, tényleg működik, mert nekünk fontos, nem csak könyvbe ez maradjon, és itt, mint egy információ, hogy lássunk is, hogy ez most kamu, vagy tényleg. És akkor keresünk hiteles embereket, akik már gyakorolnak, és látjuk élőben, ó, tényleg, én is akarok ilyen válni. Hú, akkor ezek tényleg, ez a forrás, ezek a könyvek, valami, az ilyen fognak nekem adni segítséget, és akkor lehet kapni egy kis segítséget, hogy alkalmazzak utána ezeket a információkat. Ez az út, így röviden, jó? De tudás szerzéssel kell kezdeni, és utána megyünk tovább. Jó kezdtem. Nagyon jó. Gratulálok. Ez jó. Oké. Atya. Akkor még lehet, hogy kérdeznék, hogy igen. Most akkor lehetnek vágyaink, vagy nem? Persze, hogy lehetnének. Hát, hogy nem? És hogyha a vágyak vannak, akkor az nem egy szenvedélyek a forrása lesz? De. Nem tudjunk most lemondani a vágyokat, és sose fogunk tudni lemondani a vágyokra. Mert mi lelkek, élő lények vagyunk, érzékelők, és vágyni, vágy ez a mi létünknek egyik része. Hanem a vágyok majd tisztulnak. Ezért, amikor intéztem a verset, hogy nem baj, minden vannak a vágyait, ne félj, ne dobd ki semmi, mert csak frusztrált leszel, depressziós, és véged lesz. Hanem kezdj gyakorolni. A lényeg az, kezdj gyakorolni. Keresni tudást, nézni személyeket, kik gyakorolnak, társulni velük, és kezdek gyakorolni. És a többi magától fog történni, mint a gyógyszer. Csak hogy a beteg vagy, csak szedd be a gyógyszert, ez a lényeg. És gyógyszer magától megcsinál mindent. Elmúlik a fájdalom, rendbe jönnek a szervek, hogyha jó gyógyszer, nincs mellékhatás. De ez a lényeg. De mesterségesen elnyomni magunkba mi nem tudjuk. Van a másik jóga, az a
Diana jóga, amikor, de akkor el kell menni Himalájukba, itt kell hagyni a családját, nem szabad enni finomat, csak a gyökereket, meg savanyú hariták, jámalák, ilyen gyümölcsöket, és csak Himalájukba tudsz ezt csinálni. De városba kidobni a vágyokat nem tudjuk, elsodor. Ugye? Igen, értem, tehát igazából lemondás. Igen, igen. De nekünk itt a lemondás tudás. Igen. Szóval itt is kell lemondás, de akkor én hiteles. Igen, én lemondok, hogy spekulatív dolgokról. Mert annyira sok hamis tudás van, ami szépen hangzik, de nem vezet sehova. De akkor nekem a lemondás ugyanúgy, nem megyek Himalájokba, de elfogadom, megkeresem, mi a hiteles tudás. Az a lemondás, hogy nem moziba megyek, hogy elmegyek jogára, vagy találkozok személyekkel, akik gyakorolnak, és velük hallgassok őket, próbálok alkalmazni, ezek a lemondások. Igen, és a vágyok azok magától. Mert nem. Teljes, egyrészt teljesül, a másik átalakul. Átalakulnak, így van. Mondom, hogy nem kell nekem a harmadik színes tévén, mert mit tudom, jövök jogára, inkább. Igen, igen. Bocsánat, tehát a vágy nem feltétlenül arról szól például nekem, hogy vágyok arra, hogy úristen, legyen egy szép autón, vagy egy bármi, vagy most megvegyem az egész árkádot, hanem a vágyam, hogy például ma, a mai napon, én nagyon láttam ezt a mai előadást, és a vágyam nekem az volt a reggel, ahogy felkeltem, hogy úristen, de jól lennem már, hogy vágytam arra, hogy itt legyek. Akkor ez egy milyen vágy? Ez egy jó vágy. Igen, szóval vágyok. Amit a Kati kérdezett, ez nagyon jó kérdés volt, mert sokszor az emberek az anyagi dolgokat és a nagy dolgokat hozzák fel. De szerintem a kis vágyak sokkal többet érnek. És azért mondom, hogy ez is egy vágy, amit most reagálom én esetemet, hogy én vágytam erre a mai napra. És erre tud azt mondja, hogy jótól jár, és a hölgynek is ezt mondta, hogy azt mondja, hogy igen, ne fognak ennek a vágyak. Hogy ebből a anyagias világból én meg ezt a példát hoztam, hogy most az emberek többsége arra vágyik a vácsonyra, akkor egy másik színes tévét, iPhone-t, mit tudom én itt vegyünk. Elhozott abba az irányba, hogy nem arra fog vágni, hanem arra, hogy eljöjjön ide egy előadást meghallgatni, és az ugyanolyan, vagy esetleg nagyobb élvezetet hoz, mint amikor kicsomagol a tévét, de ez is megvan, és akkor, igen, akkor jövő karácsonyra leszünk egy még nagyobbat. És erről szó, hogy ezek a vágyak, nem úgy van az, hogy gondolom én, mert nyilván nem értek hozzá, én vagyok itt az abszolút külső. Ha itt vagyunk valamit, csak értek hozzá, egy picit legalább. De mindegy, tehát mégis arról van szó, hogy az ember, ha elindul valamilyen irányba, akkor az a személyiség átalakulása, hogy vágyai mindig lesznek, csak éppen másra fog vágyulni, és ez a tanítás azt mondaná meg, hogy mik azok a kvázi örök értékek, amit utána érdemes vágyakozni. És ez lenne az út. Ezért hoztam a fáradt, hogy ő... És ezen felintul. Hát vannak igen vágyak, hogy most én nyáron szeretem, hogy sülök, ne esetleg eső, hanem inkább sülök. Számomra ez egy vágy, tehát de ilyen vágyak. Én mondjuk nem is gondoltam, hogy pont egy harmadik fajtában, hogy na! És utána nem is erre gondoltam, én inkább haladottam, van vágyak az életemben, ami nekem jó érzést hozna az életembe, és szeretnék valamilyen dolgot megvalósítani, akkor inkább én is azt mondom, hogy ideálom a szőnyeget gyakorolj, és ne ragaszkodjak a vágyakhoz, hanem csak, hogy gyakorlok, és majd vagy megkapom, és elfogadom, vagy nem. Inkább én így gondolom, hogy várjon meg azt, hogy majd vagy megkapod, vagy fogadd el. Igen, vagy megkapod, vagy nem, de van nagyon fontos de, ami nagyon nagy de. Aki eléri ezt a lelki, amiről beszéltem, ez a szeretet, ez nem az a szeretet, hanem kicsit magasabb lelki szeretet. Amikor elérsz, tudod milyen érzésed van? Minden vágyam teljesítve van. Igen. Kész. Annyira nagy elégedettség, hogy én, nekem minden teljesített. Teljesítve van. Már nincs szenvedés, igen. Nem vágyom fele. Az jó. Tehát elfogadás van teljes mértékben, csak hogy ezt akartam kérdezni, hogy
hogy ez mindig szenvedésekkel is tud járni, vagy tényleg az, hogy elfogadás, és egyszer csak vagy megtörténik, vagy elfogadom, hogy nem. Szóval nem baj, hogyha van vágyok, és sokszor, hogyha valaki ezt a jogát gyakorol, sok vágy be fog teljesülni. Még hogyha nem jár. Valamilyen vágy nem teljesül, hogyha neked mondjuk a te lelki fejlődésnek nagyon káros ez a vágy, akkor lehet, hogy nem teljesül. Mert hogyha te lelki utat jársz, akkor már Isten foglalkozik veled. És csak azokat vágyak teljesíti, hogy mert valamikor akarsz élményt kapni, mert ezt is ezt. Akkor, hogyha azt látja, hogy ez nem káros, akkor adja. És nagy dolgokat tud adni. Pénzt tud adni, siker, sok mindent. De ami nagyon káros, azokat nem fog már adni. Csak valamikor mi nem tudjuk, melyik az. Igen. De vágyuk az jó, természetes, csak azok szépen maguktól tisztulnak, úgy mondjuk. De nem leszünk, mi nem leszünk ilyen tuskók vágy nélkül, mert hogy lehet így szeretni? Nekünk lesznek vágyok, tiszták. És van lelki vágyok, vannak anyagi vágyok. És mikor mi eljövünk egy valami jóga, vagy valami meghalani valami tudást, a lelki tudás, ez lelki vágy igazából. És ezek a vágyok már tisztítanak. Igen. Oké. Igen, hogyha nincs több kérdés, akkor egy kis tűzjátékkal, ami mindjárt megjelenik itt nektek, megünnepeljünk karácsony előtti szombatot, és köszönöm szépen az előadást. És lesz egy kis zené, jó?